Bánki Árpád legendás bátai testnevelő engedte ki még 30 évvel ezelőtt azt a bizonyos szellemet a palacból, elültetvén az asztali tenisz magját bátán, amely generációról generációra szárba szökken. Ennek ékes bizonyítéka az a bátai régóta megrendezett verseny, aminek híre a szabadidős kategóriától az NB3-ig már a szomszédos településeknél messzebbre is eljutott. Beremendről, Palotabozsokról is érkeztek versenyzők, a már megszokott pécsi és bajai játékosok mellett az idei Bánki kupára. Játék szeretete az ragadott meg, és gyakorlatilag én meg egy-két kollega, hát visszük ezt az emléket tovább, és így lett ez a verseny, és most már 17. Bánki kupa, ez a neve neki, és hát erre is szívesen emlékezünk, mert valójában ő volt a szóvivő. Bárta a Diákolimpiák országos döntőjébe is adott játékost, akik itt maradtak a településen, ma is aktív résztvevői a helyi pingpong életnek. Közülük többen is NB3-as csapatba szerepelnek még ma is, például a nem túl távoli Beremenden. Heti 2 edzés van, és olyan 8-10 fővel átlagban így lehet számolni. A korát tekintve középosztály mindig kiesik, ám a fiatalok pótolják őket, így Bátának a fiatalokkal és az öregekkel együtt erős csapata van mindig a szekszárdi környékbeli bajnokságban. Első helyen vagyunk, most már negyedik vagy harmadik alkalommal, ne tudjam. Lényeg az, hogy most a vándorsárlág már a miénk, úgyhogy azért ez egy figyelemre méltó eredmény. Fél száz játékost a tudás alapján 4 csoportba sorsoltak, ahonnan itt az első 2 tovább jutott, de legyőzötteknek sem kellett az öltözőbe hova tovább hazamennie, mert a bátai Bánki kupán létezik vigaszág, és onnét el lehet jutni akár a végjátékba is. Ott volt az egyesben és a párosban, a mezőnyben, egyfajta kuriózumként, dél-dunántúli asztali tenisz talán egyetlen személyi edzője, Horváth Eszter, aki örömpingpongot oktat Pécsen, illetve a környéken. 5 éves korcsoporttól 72 éves korosztályig, több mint 50-en járnak már hozzám. Számomra ez egy szerelem, talán az első pillanatban szerelem volt, ami úgy látszik, hogy hosszú távon kíséri végig az életemet. Ezen kívül, amiért én nagyon szívesen eljöttem Bátára, én Beremend NB3-as férfi csapatába játszom, és az egyik csapattársam a Tóth Gyuri, ő bátai, így az ő meghívására is nagyon szívesen és eleget tettem. Mivel 2 NB3-as játékos az itteni szabályok szerint nem alkothat sem azonos nemű, sem vegyes páros, így mindketten alacsonyabb osztályból kerestek társat. Eszter éppen egyik tanítványát választotta, vele eljutott a legjobb 8-ig. Volt egy kristálytisztán bátai illetőségű páros, Nagy Gábor, Májer Tamás duó, amely esélyesként menetelt. Hasonlóképpen szépen haladt előre az egyes selejtezőben Mózes János, a bátai csapat éljátékosa. Károly csak 7 asztal fér el a bátai sportcsarnokban, különben még nagyobb versenyt is rendeznének. De így sem elégedettek. A faluvezetés ugyanis beemelte a falunapi jeles eseményévé az asztali tenisz Bánki kupát.